Sziasztok emberek, mint a király vagyok, más téven a király. Na, sziasztok, én Alex vagyok, és ma itt lennék ismét egy videóval. Igaz, hogy egy jó ideje már nem volt. Igen, ez egy olyan egy hónapja kb. Megnézem. Hát igen, december 2-án volt utoljára, szóval több mint egy hónapja. Na mindegy, most jönnek majd be egy csomó új szerver, és akkor ott el tudok már kezdeni legalább videózni, mert eddig nem volt igazán videó ötletem se, hogyha volt időm. Úgyhogy most fog jön, hát olyan három szerver most fog bejönni. Itt láthatjátok az egyiket ugye, de ez nem annyira új, inkább csak át van alakítva. Az a lényeg, hogy ugye ez egy skyblock, mint ahogy látjátok. Az új spawn már készülődik neki, szóval nem ezzel a spawnnal fog bekerülni, és ugye fontos tudni, hogy mindenkinek esízve lett minden, szóval ennyi volt. Nem amúgy, csak ugye tele volt addolva, meg izé hozzá, meg hagytam, hogy hagyj játszanak addolt szerveren, mert most hagyj legyenek el, érted? Vagányok lehetnek legalább valahol, akik alapból nem tudnak, mi, és ja, na mindegy. Az a lényeg, hogy itt a pontboltba egyébként bekerült ugye pontvásárlási lehetőség, ugye mi eddig úgy volt, hogy nem lehetett venni, hanem csak szerezni, úgyhogy szavazol, na most már nem lehet szavazni, hanem annyi csak, hogy fogod ide össz, és akkor tudsz venni. Ugye háromféle vásárlási lehetőség van itt, szóval elég menő. Itt a napi tárgyaknál bekerült kettő dolog még, ugye a kulcsok, ezeket most nem tudom lehívni, mert már lehívtam. Az a lényeg, hogy tudtok naponta 5 kulcsot lehívni, és 15 pontot tudtok még lehívni. Ugye, mint tudjátok, pontot tudtok venni, viszont visszaváltani nem tudjátok, szóval úgy vásároljatok. És akkor a pontból ugye, aki nem tudná, ugye itt ez a pontból, tudtok ugye egy csomó mindent venni, tudtok epic kulcsot is egyébként venni, és fejlesztéseket ugye főleg, nekem már minden maxos, szóval ez nektek meg nem lesz itt, szóval tök mindegy. Szóval igazából mindenki a nulláról fog kezdeni, ezt szeretném szögezni, nehogy félreértés legyen. Ugye úgy lenne fel, meg úgy is jó, hogy itt egy menü van. Itt kitek ugye, kitek azok aztán nem is voltak, de majd most lesznek. És akkor aukció ugye, új aukció lesz amúgy. Majd meglátjátok, hogy milyen. Na szóval, beírom, vagy lehívok egy szigetet, már le van hívva, és amit látjátok, van itt ilyen fal, ami szerintem tök menő egyébként, mert én ezt hiányoltam az előzőből is, hogy nem volt valami fal, hogy jelezze, hogy oké, eddig tudtok menni. És most már van, és ugye mondjuk fejlesztitek a szigeteteket, akkor ugye látjátok, hogy meddig tudtok építkezni, ami szerintem nem nagyon menő, szóval ez egy jó cucc. A árak igazából a fejlesztéseknek ugyanannyi lesz, nem fog az változni, és ja. Ugye mint tudjátok, van ez a Dungeon Crate, ez igazából el lesz felejtve, és annyit fogunk csinálni, hogy itt a flyogot visszarakjuk valamelyik ládába, vagy az epicbe, vagy a rarebe, azt majd még, hát arról még fogok beszélni majd, de szerintem igazából, hát a kettő közül valamelyikbe azt tuti. Még talán Mystic-ben nem. Szóval ebbe a kettőbe, ezek közül valamelyikbe. Azon majd kiderül, hogy melyikbe. Ugye a boltba se változott semmi, boltba. Szóval boltba se változott semmi, ugyannyiba kerül minden. Szóval tudtok egy... Ja, semmi. Tudtok egy jó farmolási taktikát, akkor az ugyanúgy működik. És akkor majd egyébként még lesz még fejlesztés. A fejlesztéseknél még lesz fejlesztés, igen. Szóval itt még tudtok fejleszteni jó cuccokat, megvásárolni, meg mit tudom én. És ott jó el tudtok lenni igazából.
Na hát igazából ez a videó ennyi lett volna, csak szerettem volna bemutatni meg elmagyarázni a új dolgokat az új Skyblockon. És remélem mindenki várja, mindenki majd játszani fog. És még lesznek majd update-ek, szóval nem csak ennyi nyugalom. Na mindegy, ha tetszik a videó, akkor nyomassatok egy lájkot, érjük el az 50 vagy 100 lájkot, vagy tök mindegy. Instán kövessetek be, és iratkozzatok fel. Én itt Alex voltam, társak, jók legyetek, ciao!